Egyenes vonalú egyenletes mozgásról akkor beszélünk, hogyha egy pontszerű test egy adott egyenesre illeszkedő pályán halad végig, egyenlő időközönként egyenlő utat tesz meg. Erre egy ékes példa a Mikola Sándor tiszteletére elnevezett Mikola cső, ami áll egy két végén bedugózott üvegcsőből, melyben folyadékot töltöttünk, és egy kis buboréknyi rést hagytunk ki. Ennek a buboréknak a mozgását fogjuk vizsgálni kísérletünk során. A buborék, hogyha a Mikola cső egy adott szögben áll, akkor egyenlő időközönként egyenlő utat tesz meg. Erre vagyunk kíváncsiak, hogy ez tényleg így van-e, és tényleg egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez-e. Az egyenlő időközönként egy metronom kattogása fogja biztosítani számunkra, és ahogy a metronom adja nekünk a hangjelzéseket, én úgy próbálom bejelölni a Mikola cső skáláján a buborék helyét. Tegyünk is erre egy kísérletet. Időegységeinként kattan a metronom, lehajtom a Mikola csövet, egy adott dőlésszög mellett jelölöm a megtett utakat. Ennyi tökéletesen elő nekem, hogy megvizsgáljam az ördi jelöléseket. Az észrevételem az, hogy egyenlő időközönként a buborék egyenlő távolságot futott be, tehát az ő mozgása egyenletes.